A Pannon Filharmonikusok tagjaiból alakult kamarazenekar félórás koncertjét hallgathatták meg a szekszárdi misse résztvevői vasárnap a belvárosi katolikus templomban. Ezt a kvártettet a kollégáimmal alapítottuk, ami egyébként a Pannon Filharmonikus zenekaron belül nem egyedülálló együttes, ugyanis körülbelül 43 együttes alakult, így a kollégák, tehát a vonós kollégák, fafós kollégák is összefogtak, és ezekre az alkalmakra, amit most a mai napon is megtapasztalt itt a szekszárdi közönség, az úgynevezett Csillagösvény néven futó koncertsorozat, ami a kultúrát hivatott népszerűsíteni, és hát úgy gondoltuk, hogy erre az alkalomra a kollégákkal mi is összeállunk. Egyébként is vállaltunk ezzel a formációval fölépéseket, de így még nagyobb kedvel indulunk neki ennek a programsorozatnak, és örömmel készülünk mindenféle főkérésekre. Minden koncertet úgy élünk meg, hogy egy nagy élmény, ugyanis a helyszínektől függetlenül, tehát nyilván ez egy gyönyörű templomban vagyunk most, de hogyha a Pécset a Kodály Központban játszunk, vagy ha esetleg szabadtérre kerül a sor, olyan szép környezetben, egy szép téren, tehát igazából nem válogatunk ilyen tekintetben, minden alkalmat, minden helyszínt nagyon pozitívan élünk meg, és nagyon szeretjük. A hideg ellenére is például ebben a templomban. Mai napra speciálisan templomban gyakran játszott műveket, illetve hát a barokkorból, bécsi klasszicizmus korából származó zeneszerzők műveit játszottuk, ami ugye nyilván a templomi hangulathoz illik, illetve a misékhez, tehát ezeket a darabokat részesítettük előnyben. Egyébként van sokfajta repertoárunk, jazz átiratoktól kezdve induló jellegű, tehát mindenféle műfajban szerepelnek átiratok. Tulajdonképpen ugye a templomban a legrégebb óta jelenlevő hangszer az orgona, ami ugye hát nem helyettesíthető mással, de mégis vannak együttesek, mint például egy ilyen harsonakvártett, vagy nagyobb létszámú részfogós együttes, akik próbálnak erre a hangzásra törekedni, hogy a orgonának azt a homogén együtt hangzó hatását el tudják érni. Mi is ezt próbáltuk most ebben a hidegben, ami ilyenkor speciális, ugyanis az intonációra hat ki a legjobban. Ez azt jelenti, hogy a hangszerek hangolása ilyenkor kicsit egymástól eltérő tud lenni a hideg miatt. Ez kicsit fizikai dolog, illetve nem is kicsit. És ez kicsit tudja nehezíteni a dolgunkat. Ilyenkor jobban kell fülelni egymásra, hogy a megfelelő hangfekvésben tudjunk együtt lenni, és hogy ami kifelé, a közönség felé szól, az ne legyen egy kicsit, ne legyen a fület bántó hangzás. Az biztos, hogy a sokféle műfajban használható hangszer. Tehát ugye 400-500 éves múltra tekint vissza eleve a hangszernek az életkora, és ez alatt az idő alatt a különböző zenei stílusokban mindig helyet talált magának. Mai napig például ugye minden szimfonikus zenekarban előfordul, a barokk korszaktól kezdve, és legtöbb esetben előfordulnak jazzes, big band együttesek, illetve nyilván aki ismeri a fúvószenekari világot, ott a fúvószenekari hangszerek között is egy fő hangszer tulajdonképpen. Tehát mindenféle stílusban el tud helyezkedni ez a hangszer. És hát ezért szeretjük igazából, mert hogyha, tehát úgy mondjuk magunkra, hogy rugalmasak vagyunk minden tekintetben, mert tulajdonképpen bármilyen zenei stílusban képesek vagyunk produkciót a közönség elé tárni.